Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Fenyő Miklós. Szia, Miki! Ezer éve nem láttalak. Jól vagy? Minden rendben? Hát, ilyenkor csak olyat lehet mondani, hogy pillanatnyilag igen. Kérdezem meg délután. Így megy ez tovább. Nagyon álmos vagy te ilyenkor. Neked a délelőttjeid általában kimaradnak az életedből. Mindig éjszaka élsz, aztán nappal egészen délig vagy még tovább alszol. Hogy alakult ki ez az életritmus nálad? Nem tudom pontosan, de van vagy 5-6 éve, hogy valahogy úgy állt rá dologra a szervezetem, hogy később leszek álmos. Uh-huh. Ez valószínűleg az első magyarázata. Általában csinálok valamit. Teszek olyan dolgokat, amelyekből lehet, hogy aztán később nem is lesz semmi, de mégis foglalkoztatnak sokféle dolog, zene, libretto, szövegkönyv, újabban készülő darabokhoz, meg tudom, éppen most egy ilyen, hát ez nagyképű így mondani, hogy életrajzi könyv, de hát mondjuk úgy, hogy hát már lehet mondani, sok minden. Hát jó, mondjuk úgy, de sajátos az is. Minden esetre, tehát későn fekszem, hiszen sokáig éjszakában nyúlóan ez foglalkoztat, és pörög az agyam, és jönnek az ötleteim, és akkor nem bírok elaludni. Persze. Aztán persze és eljön. Ott a foci azért, arról is beszélik, nagyon sokszor focit is nézel. Igen, de az nem tart azért olyan sokáig. Olyan sokáig nem tart. Olyan sokáig igen, nem tart. Már nem, igen. Amiket nézek, azok általában Premier League meccsek, és azok legkésőbb 11-kor véget érnek, és akkor utána megint elkezd pörögni a gondolatvilágon, hogy kéne folytatni a tegnap elkezdett dolgot, újra átolvasol, tetszik, nem tetszik, ha tetszik, akkor inspirál arra, hogy továbbírjam, ha nem tetszik, akkor arra inspirál, hogy kicsit belejavítgassak, nem akarom hosszúra húzni ezt az egészet. Lényeg az, hogy pörgök, aztán nagyjából 3-kor elalszom, 3 meg 8, mennyi is? 2 óra pontosan. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy 11 óra. 11, de akkor én még nem kelek föl, akkor még forgolódom, akkor még visszaalszom egy kicsit. Úgy, ahogy mondta, 12 után kezdek el tulajdonképpen mocorogni, kis reggeli, kis ez, a fürdés, nem. És úgy mire nagyjából ebbe az állapotba leszek, ennyi mindent elárulok magamról, hát az a 3 óra délután. Onnan indul a nap, és éjjel 3-kor ér véget. Hát erre szóltam, hogy élni tudni kell, úgyhogy hát vannak olyan próbálni. Emberek, akik éjszakát szeretik jobban. Én is éjszakai ember vagyok általában, de ezért már éjfélkor én meghúzom a határt. Hát nézd, hogyha tudsz jól aludni. Én tudok, igen, az igaz. Hát gratulálok. Ehhez gratulálok. A szívből gratulálok. Én is szeretnék délelőtt 10-kor már fit lenni, és csinálni a dolgokat, és éjjel pedig szépen mélyen, pihentetően, egyfolytában. De mostán utóbbi 4-5 évben ez már nem megy. Én emlékszem, hogy azért hagytam abba a vendéglátózásban a diszkózás sok évtizeddel ezelőtt, mert azt vettem magamon észre, hogy hűlök. Nappal nem tudtam magam kialudni, mert akkor én nem tudtam aludni. Keveset aludtam mindig, elment a világ előttem, amíg én éjszaka dolgoztam, és nappal próbáltam valamennyit aludni, és arra az elhatározásra jutottam, hogy ennek vége, ezt abba kell hagyni. Tehát mese nincsen, tehát vannak különböző emberek, különböző stílusú és típusú emberek. Neked viszont a születésnapod van. Fenyő Miklós 75 éves. Isten éltessen nagyon sokáig. Hát amennyiben holnap lesz, akkor ma még nincs. Igaz? De ezért nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szép kor. Hogy éled meg ezt a 75-öt? Annyira nem vidáman, mint a 25-öt, de le kell kopogjam, puff, le is kopogom.
van annyi életkedvem, életerőm, hogy még huncutkodjak, hogy még tegyem azokat a dolgokat, vagánykodjak, ahogy te ismersz engem. Tehát Jampi legyél. Néző, vagy... hogy azért még Jampi is legyek egy kicsit, és egyáltalán a habitusomban benne legyen. Van fellépésem, nem azt mondom, hogy nagyon sok, de ehhez a korhoz, időszakhoz, amiben élünk, ehhez képest azért elég. Ezek azért komolyabb fellépések, nagyobb fellépések, plusz ez a Fenyő 75 év, ezzel sokat tervezünk, úgyhogy ezeken teljesíteni is kell. Én úgy veszem észre, hogy ha a színpadra bemegyek, akkor ott vagyok 25 éves, vagy 25 plusz, és a közönség is elfogadja, hogy én 25 plusz vagyok. És ettől percről kezdve megy a buli, megy a rock'n'roll, ami ugye, mint tudjuk, örök. A rock'n'roll, az szerintem minden zenének az alapja, a blues és a rock'n'roll. Igen, ezt nagyjából jól mondott, sőt, mondhatnám azt is, hogy jól mondott, tehát kicsit a country is benne van. Persze, de a rock'n'roll az a country. Igen. De hát tudod te ezt pontosan. Lényeg az, hogy igen, ez ebből jön össze. Ez volt az a zene, ami kiforgatta a világot a négy sarkából annak idején, és méltán. Hagyott maga után egy olyan generációt, amelyik volt annyira szemtelen, hogy kimerte mondani, hogy ami az előtte járó generáció számára még majdhogy nem tabu volt, de ez az új generáció, amelyiknek mi is tagjai vagyunk, mi kimertük mondani azt, hogy ti öregek, ti ugyanolyan jól tudjátok, hogy szoknya alá be stírölni, az nagyon jó dolog. Igen, az teljesen mindegy, hogy hagyományos tánczenéről, vagy rock'n'roll. És már itt vagyunk a rock'n'rollnak. És már rendben van az egész dolog. Február, nem tudom hányadikán, azt hiszem 3-án volt a szomorú évfordulója, hogy az egyik legnagyobb rock'n'roll sztár, Buddy Holly, a maga 22 évével lezuhant repülőgépével. Ő volt, aki ezt a rock'n'roll alapét valahogy összerakta, és ő volt, aki ezt megcsinálta. Te is így látod? Nem egészen, de hát nyilván nagyon komoly része van benne. Hát persze. Nagyon sok mindent tett azért, hogy népszerű legyen. Ricci Valens, Eddie Cochran és a többiek. Például mondjuk Buddy Holly sokat tett azért, hogy a feketék és a fehérek együtt tudják jól érezni magukat. Amikor először New Yorkban a bizonyos klubban fellépett, aminek nyilván most nem fog eszembe jutni a neve, a Harlemben van, a Fekete Negyedben, ő fehér létére fellépett a fekete előadók között. De legalább a szemüvege fekete keretes volt. Atikám, mindig van valami jó poénod. Én komolyan vettem a kérdést, de mindegy. Te komolyan is kérdeztem, csak ez eszembe jutott közben. Egész biztos, hogy azon a fellépésen ő az elején még szenvedett, a közönség nagyon gyanakodva nézett rá, de akkor azért még nagyon erősek voltak ezek az ellentétek. És aztán a koncertje végére, ami tulajdonképpen egy 25 perces volt, mert ott egymást váltogatták az előadók, tehát ő mondjuk kapott 25 percet a színpadon, és az alatt a 25 perc alatt nagyon meggyőzte a feketéket, úgyhogy imádták, és az már egy nagy dolog volt. Fehérek persze természetes, hogy imádták. Úgyhogy amit említettél, Buddy Holly és a szomorú évforduló, igen, Buddy Holly nagyon-nagyon sokat tett értünk. Így van, elindult valami. És hát persze a kortársai is annak idején, hihetetlen jó korszak lehetett az, de a repülőgép az nem volt megbízható közlekedési eszköz, hiszen nagyon sokan zuhantak le. Nézd, tél volt akkor, ez egy nagyon zűrös turné volt, amiben hát ugye ismerjük a történetet, hárman beszálltak, a Big Bopper volt ugye az egyik, Eric Cochran, vagy Ricci Valens, igen. 18 éves volt, és Buddy Holly, és valami hegyek fölött kellett átrepülni, nem bírta ez hóesésbe a kis két mentek, motoros, igen, hóesés, igen. Vihar, borzasztó. Na, hát nagy tragédia volt ez. Na, vidámabb dologról, de ugye koncertről és erről az évről lesz a nagy Csikidán buli az arénában, ahol te sztár vendég lesz, Robinál, Szikora Robinál. A ti barátságotok az sok évre nyúlik vissza, és hát voltak persze surlódások, de úgy tűnik, hogy mostanra megint minden rendben van. Jól érzem én? Hát az a helyzet, hogy ahogy az évek múlnak, nyilvánvalóan mind a ketten higgadunk.
voltak közös dolgaink, hát 2 évvel ezelőtt az arénában nekem volt koncertem, és a Robi volt a vendégem. Most a Robi kvázi visszahívott. Azt mondja nekem a Robi, hogy Hungária nélkül nem lett volna soha Ergo, ami egy nagyon szép mondat, egy őszinte mondat, de igaz is. És, hát Doliról sem lett volna Hungária nélkül egyébként. Hát ezt mindannyian nagyon jól tudjuk. Mára-mára, talán még ők is. Na, mindegy, hát a lényeg... Mármint a Doli, sajnos Kékes Doli már nem él. Sajnos Doli nincs. De már ne sajnálkozzunk ennyit, Laci. Csak ez valahogy így hozta a beszélgetést. Igen, ebben igazad van. Kérlek szépen, igen, az ő évfordulójuk lesz, 40 éves az Ergo, igen. És én pedig vendég leszek, remélem, hogy az Ergo közönsége fog engem kellően szeretni, a nagyon-nagyon sokat nem kell elviselniük, lesz 3 dal és egy duett a Robival, meg a legvégén egy tercet. Azt elárulhatjuk, hogy zongorázni is fogtok zongorázni együtt. Ahogy ő dobolni fog, én meg zongorázni. Lesz olyan dal, amit én kezdek el zongorán, és aztán a közepén beszáll a Robi a dobban, és ez nagyon jó lesz. De már dolgoztok ezen, és ez egy nagyon klassz dolog. Persze, hát... És hogyha már itt megint, hogy a koncerteknél tartunk, akkor Margit szigetről ne feledkezzünk el. Az is ugye a 75-ről szól. Hát azért az a koncert maga nem fog a 75-ről szólni, inkább egy sorozatnak egy része lesz, persze egy kiemelt része, de a Fenyő 75 év, ugye, ami a idei egész évet felöleli, ott több vidéki sportcsarnokban is lesz koncert. A Margit sziget az egy hagyomány. Így van. Margit szigetre inkább azt mondanám, hogy 25, mert 25 éve, minden évben van a Margit szigeten koncert. Azért 75-25 ez a... Igen, így van. Úgyhogy az talán inkább arra lesz felfűzve. Persze nyilván említésre kerül a 75 is, meg az ünneplés, meg a sok minden. Az majd valamikor augusztusban lesz ez a koncert, úgyhogy arra még azért olyan nagyon intenzíven nem készülök. Hagyok magamnak még egy kis időt és gondolkodást arra, hogy építsem fel majd ennek a programját. Hogyan rakod össze a műsort? Hiszen vannak azok, amiket játszani kell, még akkor is, ha esetleg te nem akarod, mert a közönség akar, és ezt jól tudod. Igen. És biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyeket te nagyon szeretnél játszani, a közösség talán kevésbé ismeri, vagy lehet, hogy nem is szereti annyira, mint te. Szóval hogy tudod megtalálni az arányt, hogy ne törjön meg a műsor sohasem a színpadon? Ez eddig mindig sikerült, hogy lekopogjam. Megint lekopogom. Már tényleg annyira, a végén babonás leszek. Gabonás lesz. Kérlek szépen, eddig mindig sikerült. Igen, vannak olyan cölöpök, amelyeket el kell játszani, ott nincs mese, úgy szoktam mondani, hogy kötelező olvasmány, aha, de leginkább most már számomra kötelező olvasmány, mert a közönség kiköveteli. Uh-huh. Ezeket én beleteszem magamtól a műsorba, mégpedig úgy sakkozgatva dolgokkal, hogy legyenek köztük olyanok, amelyeket, ahogy mondtad, ritkábban hallanak, és van az a bizonyos érzés, amit lehet, hogy csak én találtam ki, vagy rám különösebb hat, mikor én egy közönség vagyok, hogy talán már elfelejtettem azt a bizonyos dalt, ami éppen megszólal, de abban a pillanatban, amikor megszólal, akkor rájön, hogy tényleg, hát ezt ismertem meg, hát ezt mennyire szerettük, csak már milyen régen hallottuk. És maga ez az érzés, a felismerés érzése, az annyira átdobja az esetleges akadályon, uh-huh, azt az úgynevezett, általad úgy említett, vagy hogy említetted, hogy elfelejtetek, vagy nem is annyira szeretnek. Nem annyira szeretnek. Olyan nincs, amit nem szeretnek. Olyan nincs. Olyan nincs. Hát igen, ez egy fenyőrajongó, az mindent szeret tulajdonképpen. Valamiért örjön, van, amit meghallgat, de mindenképpen szeret. Nagyjából így. Ez egy rettenetesen fontos dolog. Ezt megszámoltad valahogy, hány dalt írtál? A Szikonortól számítva. Na Jézus Máriám! Hát ha oda-vissza kell menni... Hát ne, csak hogy körülbelül. Hát a Szikonor az egy... 500. 500. Ez szép szám. Hát elég, kiválasztani egy koncertre valót azért... Képzeld el, Laci, hogy az 500 az publikált dal. Uh-huh. Most képzeld el, hogy még mennyi van a fiókban. Állandóan egyre nagyobb szekrényt kell vennem, hogy a fiókban még beleférjen egy csomó minden, ami már
félig meddig megírtam, csak épp legfeljebb még nem dolgoztam ki, de ott van, mindenesetre kiadása nem került, senki nem ismeri. Mi az oka ennek? Hogy ott van? Igen, hát hosszú az éjszaka. Más került rá az albumra, az adott albumra. És mindig föntről. Hát annyi nem kerülhetett rá, és amit meg úgy félbehagytam, vagy háromnegyedben, akkor inkább úgy mondom, mert végül nem kéne rajta túl sokat dolgozni, azok talán könnyűnek találtattak az adott pillanatban. Persze az élet azért nagyon furcsa. Bizony. Mert ami 1982-ben éppenséggel kicsit háttérbe szorult, ha én azt most előveszem 2022-ben, akkor lehetséges, hogy ez revelációt vált ki. Érted? Tehát az idő nagyon sokat számít. Jó időben, jó helyen. Igen, 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 és hát a divat az ugye változik, meg a stílus is változik. Azért pár stílust az életed során végigélveztél, vagy éppen nem élveztél, vagy végigkövettél. Mennyire voltak ezek a stílusok hatással rád, vagy te maradtál mindig fenyő, és maradtál azoknál a zenéknél, amik benned vannak? Vagy voltak-e olyan dolog, vagy olyan stílusok, amelyek egy picikét úgy rányomták a következő időszakodra végét? Egy picikét. Az egész kérdésedben a legfontosabb szó ez volt, egy picikét. Tehát, hogy mindig fenyő maradtál, vagy mindig rock and roll maradtál, ami közé most már lassacskán nyugodtan lehet egyenlőségjelet tenni. Szóval abban teljesen igazad van, és ez így van. Mindig is az voltam. Ha voltak félrelépéseim zenei értelemben. Hát kettőről tudok én, bár egyik sem volt igazán nagy félrelépés, így most 2022-ben visszahallgatva őket. Hát gondolok a Breakre, te igen, is. Igen, ami igen. Ami szerintem megelőzted a korszakodat, és megelőzted a műfajt magát itt Magyarországon, és ha most meghallgatom, én meghallgattam a közelmúltban, és azt mondom, hogy ez egy nagyon jó lemez. Na látod, ez is például egy kicsit arra utal, amit az előbb mondtam, hogy az idő. Igen. Ez sokat számít. Mert akkor, amikor megjelent, akkor, az mikor volt, 84, 5? 85. 5. Na hát, DJ jobban tudja. Szóval 85-ben tényleg nagyon furcsa volt. Tényleg nagyon furcsa. Nagyon. Pláne tőlem. Hát hogy nem. És az az igazság, hogy a közönségemnek legalább az 50%-a nem is fogadta ezt tőlem. Volt viszont egy másik 50%, amely a legújabb generáció volt. Az újak. Ők viszont állatira felvillanyozottak, hogy stílszerű legyek ettől az egész dologtól. És ami nagyon fontos, és megint az időre célzok, hogy breakdance ma is van Magyarországon, és mindenki úgy emlegeti, hogy az első rappet, az első breakdance zenét, azt a fenyő csinálta. Így hát van. Ennek lerakni az alapjait azért mégiscsak büszkeség innen visszanézve. Hát az Animal Cannibals-szel beszélgettem múltkor, és hát ők is mondták, hogy az alapokat az bizony te raktad le. Én erre nagyon büszke vagyok. Lehetsz is, lehetsz is. Aztán amit te valószínűleg félrelépésnek állítasz be, az a modern Hungária, ami szerintem szintén nem volt. Az megint egy olyan oldalad volt, egy olyan világ, olyan stílusában léptetek bele Attilával, Bodnár Attilával, ami tulajdonképpen abszolút elfogadott volt. Azt már jobban elfogadták, mint a Breaket? Sokkal jobban, ha mondjuk például a lemezeladásra gondolunk. Igen. Na most itt olyan számokat fogok mondani, melyek a nem tudom, hogy a nézőid korosztály szerint hogy oszlanak meg, de a fiatalok vannak, nyilván elég nehezen tudják elképzelni a lemezvásárlást, a lemezboltban, akár CD-vásárlást. Hát és azokat a példányszámokat. Igen. Na most, hogyha a Hungáriás időszakhoz viszonyítjuk, ahol 600 ezer ment el a Hotel Mentolból, 600 ezer a Rock'n'Roll Partyról, 250 ezer, az már egy visszalépés volt az arénából, de még a finálé is, ez a négy közös lemezünk volt, még az is nagyon jól ment. A Breakből van aranylemezem, ami azt jelenti, hogy 100 ezer eladott példány. Bizony. Azt azért megcsinálta. A modern Hungária az három nagy lemez adott ki velem, és az kérlek szépen, az 1 millió példány az a három lemez. Tehát ha arra kérdezel, hogy az egy kicsit sikeresebb volt-e, ilyen értelemben mindenképpen, hogy én mennyire voltam abban lelkileg benne, azt azért
sajnálom, hogy megkérdezted, mert őszinte vagyok, és megmondom... Mondja nyugodtan, hát annyira azért kérdeztem nem, meg. Annyira nem. Az nem izgalmas. Az nem volt nekem izgalmas. Kellemes zene volt, itt az Attila vitte a prímet, én pedig lehet azt mondani, hogy segítettem a munkáját. Uh-huh. Azt is lehet mondani, hogy én nekem nagyon sok önálló munkám is van, ott természetesen együtt csináltuk a dolgokat. De én ott igazából az ő zenei ízlésvilágának engedve társultam vele annak idején, és nem bántam meg. Ez modern talking korszakban egy ilyet csinálni, az egy nagy dolog, és hát tulajdonképpen a te sok oldalúságodat mutatja, hogy ebbe is bele tudtál vágni a rock and roll, és a break után egyszerűen csak lett egy ilyen, hát én úgy fogalmaztam, hogy egy langyosabb... Europop, így van, egy langyosabb lemezek tulajdonképpen. Igen, de nagyon szerették. Dallamos jó számok persze, voltak azok. Persze. Csak mondjuk a szövegekben nem volt annyi szemtelenség, hát nem tud annyi szemtelenség hát, lenni, mint a rock and rollban. Ne haragudj. Tehát én a rock and rollnak a szerelmese vagyok, a modern talkingnak, vagy nem tudom, úgy nevezed, és joggal nevezed annak, mert arra valóban hasonlít, és még a nevében is ugye benne igen. van a modern. Persze a Hungária is benne van. Hogyne, persze. Abban nekem annyi izgalom nem volt, szóval csináltam, mert kellett csinálnom, mert mit tudom én, már 35-38 éves voltam, családos ember, uh-huh. és már tudtam, hogy nem tudok pályát változtatni, úgyhogy nekem ebből ezen a pályán megérni, kell maradni. Igen. Nagyon fontos volt az anyagi része, az egzisztenciális része. Én azért mondom, sokat köszönhetek annak a 3 évnek, és nincs, nem tagadjuk meg soha. Én is azt mondom, amit egyszer megcsináltunk valamiért, mert megcsináltuk, azt nem érdemes megtagadni. Ezt lehet elemezni, hogy az jó volt, mit csináltam volna. Na most, hogyha én megkérdezném, és nem is kérdezem meg ebből adódva, mi az, amit kihagynál az életedbe, akkor nagy valószínűséggel ez a két lemez lenne, ez a két stílus lenne, ami valamilyen formában megtörte a Hungáriát és Fenyőt. Hát Fenyőt nem törte hát nem meg. Úgy értem, mert persze, azt a zenei világot, azt a folyamatot igen, úgy értem. Igen, így van, arra gondoltam. Így van, ez egy kirándulás volt. Azért azt is hozzá kell tennem, hogy 54 éve vagyok a pályán, ebben a szakmában, ha úgy az tetszik, bár nem szeretem ezt a szót. 54 évet még a Mick Jagger sem tud úgy felmutatni, hogy az egy egyenes vonalú, egyenletes haladás volt. Tehát abban kell, hogy legyenek bizonyos dolgok. Vagy újít az ember egy bizonyos hullámvölgy kezdetén, és akkor áthidalja, vagy ha nem tud újítani, akkor visszavonul. Kész. Millió példa van erre is. Meg a hullám lemész, lendületet veszel, hogy fel tudjál jönni a másik görbén. Jól mondod. Úgyhogy mese nincsen. Hát, jól mondod. Itt az egész szakma tulajdonképpen egy nagy görbejárás. Mert aki... Fú, és most mondod először? Vagy most mondom már... először. Jó volt, gratulálok. Szóval nem szabad bánni semmit, amit megcsináltál, mert mindig mindennek oka van. Ez így van. És ennek is volt oka. Hát most a Szikonor feltámadt, ugye tudod? Nem. Csinálják egymás után a különböző dalokat, igen? És meg is küldik nekem, és teljesen jó pofák, aranyosak, kedvesek. Tehát gyakorlatilag az is egy nagyon jó zenei világ volt az Szikonor, de hát ez nagyon régen volt, úgyhogy ne menjünk ide vissza. Szóval azért, mert te nagy tudósa vagy ennek az egész rockzenének, popzenének, beatzenének, rock'n'rollnak, nem tudom, foglalkozásodnál fogva. Sokszor szóba hozott nekem a Szikonor, nekem a Szikonor egy édesbús emlék, uh-huh. amely még a Barta, mondjuk úgy, hogy profi pályafutásom előtt, közvetlen megelőző időszak volt, amit még azért... Egy profi amatőr voltál már akkor. Igen, és a végén nagyon szerencsétlenül váltunk mi el, és ez a bús benne, uh-huh. ami pedig az édes az, ami előtte volt, meg hát az édes ifjú éveket, tehát ilyen 18 éves. Viszont ami azután következett, az elég gyorsan jött, tudod? Uh-huh. És ezt én egyfajta sors által küldött segítségnek fogtam fel, hogy pillanatok alatt
meglett a Hungária. Uh-huh. Pillanatok alatt meglett a Hungária első nagy sikere, a Kimi tud győzelem, amely megcsinálta a Hungáriát országos ismertségűvé, és hát én onnan számítom a kezdetet, tehát igen, én 67-68-tól. Onnan van az 500, amit az előbb mondtam. Onnan van az 500, onnan van az 54 év. Így van. Hát ez van. Merre megy a zene, és mennyit változott az elmúlt időszakban, és egyáltalán tud ez még valahova fejlődni, vagy megyünk vissza egyre inkább a gyökerekhez? A Rolling Stones is visszament a gyökerekhez. Föltettél egy olyan, hát nem jó, de a Rolling Stones-tól... Hát a saját gyökereihez ment vissza. Ide figyelj, egy olyan kérdést tettél fel, ami nem fog tudni válaszolni, mert az, hogy a mai zene, amit te úgy emlegetsz, hogy mai zene, én ezáltal értem, hogy a mai fiatalok, tehetséges srácok, lányok, akik nekiállnak és csinálnak újabbnál újabb dalokat, azokat a dalokat én már elég régen nem tudom értelmezni, őszinte vagyok. Abban a... Én mindenkinek megadom az tehát mondjuk egy új dalt hallok, de egy teljesen, aminek már köze nincs ahhoz, ami az én újkoromban ugye mi csináltunk, akkor én maximum azt mondom, hogy én ehhez nem értek, nekem ez nem tud úgy átjönni, uh-huh. hogy erről komoly véleményt tudjak mondani, mert ez úgy lehet a világ legnagyobb slágere, vagy legjobb nótája, mint ahogy a legrosszabb is. De engem erről ne kérdez. Nem kérdezlek, csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyire követed figyelemmel. Nem különösebben izgatva. Nem különösebben. 14 évvel ezelőtt zsűritag voltam egy Megasztár nevű műsorban, ahol komolyan vettem magamat, nem kellett volna annyira, és már ott elhangzottak olyan dalok, amelyekről, csak úgy néztem a zsűritagokra, a többiekre, hogy hát mi? És akkor, amikor meg kellett szólalni, mint zsűritagnak, akkor ott is elmondtam néha azt, hogy nem ismertem ezt a dalt, soha az életemben nem hallottam, ennél fogva nincs is mihez hasonlítanom, és nem nagyon fogom tudni megítélni, hogy milyen. Egyet meg tudok ítélni, hogy az adott fellépőnek, hölgynek vagy úrnak mennyi muzikalitása van, milyen tisztán énekel, és hogy színpadra való-e, vagyis hogy Megasztár lehet-e. De ezt úgy körülbelül meg tudtam satszolni, de igazából, hogy mondjam, szakmailag a dologhoz komolyan nem tudtam hozzászólni. Változik a világ, jönnek újabb és újabb zenék abban a néhány csíkból, amire gombócokat lehet tenni, már csak nagyon kevés újat lehet elkövetni, ami nem hasonlít egy másikra, ami az évtizedek, századok során leíródott és megszólalt. De hát ettől függetlenül egy dolgot kijelenthetünk, hogy a rock and roll az örök. Hát ebben akár meg is maradhatnánk, klasszikában nagyon egyetértünk. Ez végszó is. Köszönöm, hogy itt voltál, Miki, és sok-sok sikert kívánok neked erre az évre, és még egyszer boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök. Önöknek pedig, kedves nézők, köszönöm a figyelmet. A viszontlátásra.